Sziasztok! Majdnem 2 hónapja nem találkoztunk, és ennek egyetlen egy hatalmas nagy oka volt az, hogy terhes vagyok. Nagyon nehéz volt eddig nem beszélni erről, hiszen igazából tényleg világra küldtem volna, mindenkinek elmondtam volna, de babona véget, meg úgy még nem szerettem volna úgy mindenkinek elmondani, a szűk családi körnek természetesen már elmondtuk, de így nem szerettem volna még úgy mindenkinek elmondani. Viszont tegnap voltunk a 12. heti nagy ultrahangon, úgyhogy hála Istennek túl vagyok az első trimeszteren, ami nálam katasztrófa volt. De azért ennyire ne szaladjunk előre, elmondom nektek az elejétől kezdve, azaz majdnem az elejétől kezdve, amikor megtudtam, hogy igazából terhes vagyok, és hogyha érdekel ez titeket, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Ugye az előző videómban említettem, amivel a Tomival csináltunk egy ilyen közös videót, hogyha nem láttátok, akkor ide föntre belinkelem nektek, és meg tudjátok nézni. Abba említettük, hogy már azért szeretnénk kisbabát, ugye mi már összeházasodtunk, és ugye már ugye összeköltöztünk egy saját külön kis házba, úgyhogy nekünk azért már megvannak azok a feltételek, amik szerintem azért elegendő, hogyha babát szeretnél. Úgyhogy azért rajta voltunk úgymond a projekten. Én olyan ember vagyok, hogyha valamit nem tudok, akkor általában mindig azért a neten keresek rá választ. Nekem igazából az volt az első terhes tünetem, hogy sokat jártam ki pisilni. Nem úgy, mint aki fel van fázva, mert ugye akkor azért fáj, meg minden, szóval azért mindenki tudja, hogy milyen, hogyha felfázik, de nekem nem olyan volt. Kimentem mostoba, mert éreztem, hogy hát pisilnem kell, és utána 10 perc múlva megint éreztem, és ugyanolyan sokat pisiltem, mint előtte. És ez egy kicsit fura volt, meg gyanús, de ugye éreztem, hogy ez nem felfázás, mert hiszen a felfázás az azért kicsit azért fájdalommal is jár. Volt olyan az interneten olyan poszt, hogy ez a terhességnek az első jele. Már termelődik a HCG hormon. Viszont a menstruációmnak még egy hét múlva kéne megjönnie, vagy nem jönnie, úgyhogy egy héttel előtte már voltak ilyen tüneteim, ami azért furcsa volt. Nem csináltam egyből a tesztet, pedig ugye azt olvastam, hogy ez a terhességnek a jele, de úgy voltam vele, hogy hát nem vagyok még benne biztos, mert hát ugye a menstruációmnak még csak egy hét múlva kellene ugye megjönnie, és úgy voltam vele, hogy nem, de azért bennem volt az a kis ördög, hogy azért mégis vegyünk csak egy tesztet, és vettem tesztet, de nem csináltam meg. És egyszer mentünk, ugye mi még intéztük a házat, most már a miénk, de akkoriban még intéztük a házat, és reggel csináltam egy tesztet, ami ez a legolcsóbb, tényleg ez a gyors teszt igazából, halványan, nagyon-nagyon halványan volt ott valami. Nem tudtam, hogy most ez akkor száradási csík, vagy tényleg valami csíkocska ott van, úgyhogy igazából, mert én mindig azt vártam ezeknél a teszteknél, hogy egyből kivillan, hogy terhes vagy, nem kell időket várni, és én mindig abban voltam, hogy egyből ott lesz az a kettő csík, amit szeretnék látni, de ugye sose, vagy hát eddig nem volt így, és akkor ugye még 2 perc után se jelent meg a várvár csík. Úgy voltam vele, hogy kidobom, de azért előtte még azért ránéztem, és akkor láttam nagyon-nagyon-nagyon-nagyon halvány csíkot, amire nem tudtam, hogy száradási csík, vagy ott tényleg baba van, úgyhogy nem is mutattam meg a Tominak, meg inkább kidobtam, mondom, szerintem ez csak száradási csík, de azért volt bennem, hogy lehet, hogy az tényleg ott egy csíkocska, úgyhogy inkább kivettem a kukába, és félreraktam. És délután, amikor hazajöttem, én jöttem egyedül sajnos, akkor megnéztem a tesztet, és még mindig ott volt az a csík. Ez már biztos, hogy nem száradási csík, és azon kívül, hogy én vettem ilyen úgymond gyorsabb, olcsóbb tesztet, ezen kívül vettem azt a digitális tesztet, és amikor még hazajöttem, és akkor is ott volt az a halvány, nagyon-nagyon halvány csík, akkor úgy voltam vele, hogy akkor csináljuk meg azt a digitális tesztet, mivel az azért is jó, hogy ugye egyből kijelzi, hogy tényleg terhes vagy nem. Ugye megcsináltam azt a tesztet, várok, és egyszer csak kijelzi, hogy 1-2 hetes terhes.
sírás. Hát én abban a pillanatban elkezdtem sírni, azért nem hittem el, örömömbe is sírtam, meg nem is hittem el ezt az egészet, nagyon-nagyon sírtam, és az volt ebben a legrosszabb, hogy pont akkor a Tomi nem volt itthon. És igazából jó lett volna akkor, hogyha itt lett volna, de egyből felhívtam a nagynénémet, mutattam neki a tesztet, ő is azt mondta, hogy ez pozitív, ugye én még akkor sem hittem el. Tényleg nagyon boldog voltam abban a pillanatban. És azért valahogy próbáltam, hogy hazahozatni a Tomit, hogy jöjjön haza, mert azért szerettem volna vele is közölni, de ugye nem tudtam, mert nem volt ugye ott velem. És mondtam neki, hogy jöjjön haza. De ő ugye haverjával volt, úgyhogy este akart volna hazajönni. De mondtam neki, hogy jöjjön haza. De nem mondtam neki, hogy miért gondolkoztam rajta, hogy elmondom neki, hogy mégis, hogy miért jöjjön haza. De úgy voltam vele, hogy nem, inkább tudja meg itthon, nem akarom neki telefonba elmondani, hanem szeretném látni a reakcióját. És azt találtam ki, hogy mert én ugye sokat szoktam rendelni Wishről, ugye, ahogy tudjátok, és hogy rendeltem neki karácsonyra onnan valamit, és nagyon nagy, úgyhogy úgyse tudom eldugni előle, hiszen egy házban lakunk, úgyhogy nem tudom előle eldugni, hogy odaadom neki azt, úgyhogy jöjjön haza. És akkor haza is jött, de kb. Egy óra múlva, és akkor ugye én, amikor megtudtam, akkor sírtam, és úgy kellett neki előadnom, mintha mi sem történt volna, hogy vissza kellett ugye fognom a sírásomat, és papufával kellett köbő elé mennem, mert ugye elé mentem a busz elé, és azért az úgy nagyon, nagyon kellett magamat tényleg tűrtőztetni, hogy ne mondjam el neki még az autóban se, mert tényleg igazából nem tudtam akkor fölfogni, meg örültem neki, nagyon-nagyon örültem neki, és amikor hazajöttünk, mondtam neki, hogy menjen ugye be a hálóba, és akkor ott van az ajándék. Erről van egy videó, meg ugye az én reakciómat is egy kicsit felvettem, amikor ugye megtudtam, hogy terhes vagyok, úgyhogy meg a Tominak a reakciót is felvettem, amikor megtudta, hogy kisbabánk lesz, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni ebben a videóban. Most bejátszom nektek ezt a kettő részt. Mutatni szeretnék nektek valamit. Én már azért nagyon régóta szeretnék kisbabát, és hát nem is tettünk ellene, de nem is értitek. Viszont a mai nap mostanában igazából vettem teszteket, de azok negatívak voltak, és vettem egy tesztet egyik nap, és reggel megcsináltam abból kifolyólag, hogy nagyon sokat járok mosdóba, meg pedig én nem szoktam ilyen hamar, egy-két óránként jártam mosdóba, és utána néztem, hogy ez mit is jelent, és a reggeli tesztem az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon későn, egy 30-20 perc múlva nagyon halvány pozitív lett, de az nem hittem el, hogy az tényleg pozitív, mert nagyon halvány, meg nem tudom, az nem hittem, hogy az pozitív, viszont most délutáni vizeletből csináltam egy
ilyen tesztet, ami azt jelenti, hogy pozitív. De az a vicces benne, hogy a menstruációnak egy hét múlva nem kéne megjönnie, úgyhogy van egy ilyen kis picike kis cipőm, amit nemrég rendeltem Wishről. Hogy majd ebben mutatom meg a családomnak, meg a Tominak, hogyha lesz kisbabám. És ma érkezett meg ez. Ez egy kis ruha is. És ma is tudtam meg, hogy kisbabát várok. Még nem hiszem el. A Tomi nincs itthon sajnos, majd jön. Meg szeretném vele lepni. De nem tudom, hogy úgy akartam neki, hogy odaadom ezt így szakpakámlok mindent, de ő most nincs otthon, úgyhogy egy kicsit később jön haza, és nem tudom, hogy mutassam meg neki. De nem is hiszem el, az a baj. De tényleg nekem eddig ilyen, hogy tényleg óránként jártam pisin, ilyen nem volt, és most itt van mellettem egy ilyen teszt, és még azért most se hiszem el, mert nagyon szeretnék tényleg kisbabát. Nagyon szeretnék kisbabát is, és én már sajnos sok negatív tesztet csináltam. Nem vagyok olyan idős, hogy ezen még aggódnom kellene, de azért sokat csalódtam. És most tényleg lesz egy pici Tényleg lesz egy pici baba. És van egy ilyen teszt. Úgy fogom őt szeretni. Nagyon fogom szeretni. Nagyon. Igen, voltam mostanában, és csináltam egy ilyet. Ezen mit látsz? A kék. Itt. Látsz rajta valamit? Hát ott van egy csíkés. Jó. Akkor van ki. Letépheted. Tényleg van. A feléket! Hát de, kamut! Kamut, miért tudod csinálni, mert utána csináltam délután is egyet. És az is hol van. Az is hol van. És ennyire nem tudok hazudni. Ennyire nem tudok hazudni. Be volt. Tehát, amukán egyszer. Jól kisírtam magam. Ezt vettem múltkor, ez meg ma jött. És ez nagyon erős. Az mi? Ez lett a pici baba. De egy hét múlva kéne megjönni a bajom. Azért volt az a zsafa, mi? Mikor? Az meg. Én már kicsit. Fúsz. Áron, te ennyire nem téved. De igen, sikszem.
És ezeket honnan tudtad? Csak úgy megvetted, hogy... És hát kisfiú cuccot vette, igen. Nagyon. Hát az most kurvára megdöbbentett. Mit nézel? Mit tudom én? Ez egy erős pozitíta. Hát az erős. Akkor lesz. Ez egy prank videó. Nem prank videó. Nem prank videó. Harapkozz meg vele. És mi az egy-kettő? Egy kitet a fogad meg. Hát ez kemény. És ezt most csináltam, amikor azért. És gondolkoztam, amikor ott voltunk, hogy biztos nem, meg hát biztos, mit tudom én, csak izében, ki akarsz békülni. Hát most baszki. Nem, hát végig fölhoztuk ezt biztos azt akarod mondani. Hát mondom, ha azt mondja, akkor az tök jó lenne meg minden, de aztán úgy, amikor mondtad, hogy vises hát mondom, nem mondom, akkor jó van, fasza, mégse az. Sírjál már picit. Nem fogok sírni, mert én férfi vagyok, a férfiak nem sírnak. Nem, majdnem sírtam, de nem sírnak. Hát az kemény most. Ezt vettem útkán, hogy ez meg majd. Hát elészünk egy felé hozzunk. Nem ihatok. Remélem titeket is annyira lesokoltalak, mint a Tomit. És szeretnék még nektek igazából erről mesélni, úgyhogy ha ez ti is, titeket is érdekel, akkor írjátok meg alul a kommentbe. A következő videóban szeretnék nektek mutatni 4D-s felvételeket, akkor ennyi lenne már a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és én nagyon boldog vagyok, mindenki nagyon boldog a családban, a Tom is nagyon-nagyon boldog, hát igazából láttátok. Nagyon várjuk már a kis picike kis életem szerelmét, én már most nagyon szeretem, főleg amikor tényleg először megláttam az ultrahangon, amikor már tényleg kivehető neki minden, láttam a kis nóziát, de ez a következő videóban elmondom. Addig is tartsatok velem, remélem, hogy titeket is fog érdekelni, úgyhogy legyen szép napotok, sziasztok!